A Ferencvárosi Televízió kulturális programajánlóját látják. A Művészetek Palotájából, a Connector Inkubátorház programjából, a Ferencvárosi Művelődési Központ gyerekszínházi előadásaiból, a Kettős Pont Színház és Spirituális Ügynökség repertoáriából, de a Trafó színházi előadásaiból is hoztunk Önöknek ajánlatot. A Connector Inkubátorházban március 24-én, pénteken este 7 órától az Álmatag Eskü című előadást láthatják. Egy énekkel, elektronikus zenével és vizuálisan szabadon kísérletező trió improvizatív audiovizuális performansza. A formáció prekoncepciókat félretéve a performatív helyzet adta szabadságán elmerülve keres élő párbeszédet kép, elektronikusan modulált hangok és emberi orgánum között. A Pince Színházban március 10-én este 7 órától a Nagybőgő című zenés monodrámát láthatják Klem Viktor előadásában. A Nagybőgő egy közvetlen beszélgetés a zenész és a néző között. A Nagybőgős őszintén vall az életéről, szerelméről, a zenéhez, társadalomhoz fűződő viszonyáról, gyengeségeiről vagy éppen játszik a hangszerén. Patrik Süskind méltán kedvelt a Nagybőgő című egyszereplős színművében humorral és iróniával ábrázol egy félresiklott életet. Szintén a Pince Színházban március 12-én vasárnap este 7 órától Székely Csaba Semmit se bánok című előadását láthatják. A mindenkori áldozatok drámája, hogy mi teszi valójában azzá? A másik főszereplő a kamaszlány, aki a világ kegyetlenségét egyszerűen természetesnek találja, mert ebben nőtt bele, mert nincs választása az ellene elkövetett családon belüli bűnöket, az apa lelki terrorjait, fizikai kínzásait, rendjének valónak fogadja el, nem kérdőjelezi meg azokat, ezért nem is képes lázadni a helyzete ellen, hiszen abban érzi otthon magát. Mi lehet a kiút ebből a lelki börtönből? Ez is benne van Székely Csaba izgalmas, groteszk drámájába. Amit a Pince Színházban tehát március 12-én este 7 órától láthatnak. A Kettős Pont Színház és Spirituális Ügynökség színpadán március 8-án este 7 órától Én vagyok a kíváncsi című előadást láthatják Ady Endre titkos múzsáját. Adit nem pusztán a lány titokzatossága izgatta, de egy ideig lelkitársat is talált benne. Ő volt az egyetlen, akinek beszélhetett élete addigi legnagyobb elhatározásáról, hogy végleg abbahagyja tanulmányait, újságíró és költő lesz. Az előadásban mintegy 120 éves időutazás során a 21 éves Ady Endre szellemét idézik meg, és persze a századforduló ellentmondásos világát. A színdarab egy ábrándos leányregény és egy földön túli levélszerelem valós eseményeit dolgozza fel. A József Attila lakótelepi közösségi házban meserengeteg gyermekszínházi sorozatot láthatnak Kipkoppa fűben a zenés báb előadás. A Ne felejts báb színház előadása március 18-án szombaton délelőtt 10 órától. Zenés báb előadás Marék Veronika meséje alapján, amelyben Kipkop elindul barátot keresni magának. Kipkop a gesztenye gyerek felébredt téli álmából és játszótársat keres. Kalandos útja során rengeteg állattal megismerkedik, de vajon megtalálja-e elveszettnek hitt barátját, a katica bogarat. Mindez kiderül március 18-án délelőtt 10 órától a József Attila lakótelepi közösségi házban. Cifra Palota a Műpában március 5-én vasárnap délelőtt 10 órától. A Műpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben kreatív és művészeti programokkal várja kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Lesznek interaktív zenés, tánc és meseelőadások, készségfejlesztés, zenei nevelés, játékos újrahasznosítás. Mindez tehát március 5-én, 10 órától az előcsarnokban. A Trafóban Pas Andrea eltűnő ingerek előadását láthatják március 10-én este 8 órától. A tökéletes látás fokozatosan fejlődik ki a születésünket követő 6-8 hónap alatt, eleinte az agy még nem képes feldolgozni az érkező vizuális információkat, ahogy telnek a hónapok, az agy fejlődésével nő az éles látás távolsága is, mondhatjuk rázumolunk a minket fogadó világra. Megtanulunk járni, és szép lassan minden ingert megismerünk. Jó esetben megszeretjük az életet, és nem tudunk a szépségével betelni. Van azonban egy betegség, ami az életünk végéhez vezető úton fokozatosan visszaveszi a befogadásra alkalmas érzékeket. A darab főszereplője Endre lépésről lépésre távolodik el attól a csodától, amit annyira nehéz elengedni. Tehát a Trafóban eltűnő ingerek március 10-én este 8 órától. A Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben Minden Tudás Akadémiája ókortörténeti szemináriumot láthatják március 14-én délután 2 órától. Téma az egyiptomi hajózás. Hajózás az ókori Egyiptomban expedíciók, hajótörések és a világ felfedezése. Ha érdekel az egyiptomi mitológia, ha szeretnél egy kicsit belelátni az ókori élet mindennapjaiba, felfedezéseibe, akkor ezen az expedíción mindent megtudhatsz.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött a Ferencvárosi helytörténeti gyűjteményben. Idén tavasszal is megrendezésre kerül a József Attila Versfesztivál, minden versmondó jelentkezését nagy szeretettel várják március 7-éig. A jelentkezési lap letölthető az fmkportál.hu vagy a józsefattilaemlékhely.hu oldalról. Az FMK gyermekszínházába is lehet már bérletet vásárolni. Az Üveghegy bérlet első előadása március 7-én 10 órától lesz. A Rút Kiskacsa című mesét láthatják a gyerekek az Ametiszt Bábszínház előadásában. A Kerekerdő bérlet március 8-án 10 órától a Világszép Nátszál kisasszony című mesével indít. A Ferencvárosi Televízió kulturális programajánlóját látták, legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, viszontlátásra!